az emberek pontosan tudják, hogy a polgári kormány intézkedéseinek hatására az ország gyarapodik, a gazdaság erősödik, mindenkinek van munkahelye, a bérek pedig növekednek. Erről a Fidesz alelnöke beszélt Decsen egy teltházas lakossági fórumon. Kósa Lajos a háború kapcsán azt mondta, a kormány célja a kezdetektől a béke megőrzése volt, és ez azóta sem változott. Mint fogalmazott, Magyarországnak alapvető érdeke, hogy az európai kontinensen ne ropogjanak fegyverek. Magyarország maradjon ki ebből a háborúból, ne sodródjunk bele, nem szállítunk fegyvert, nem küldünk katonát, ezért a ellenzéknek, a baloldali ellenzéknek az ide vonatkozó javaslatait, ötleteit, amit Márki-Zay Péter, amit Donát Anna, amit Csake Olivio mondott, azt mi nem tudjuk elfogadni. Ezek a javaslatok belesodornák a háborúba Magyarországot, már pedig ebből nekünk ki kell maradni, de segíteni kell mindenkinek, aki a háború elől menekül. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője a rendezvény elején nőnap lévén virággal köszöntötte a Szebbik nem képviselőit. Ezt követően a közönségnek azt mondta, hogy a kormány jóléti intézkedéseinek pozitív hatásait ma már szinte valamennyi társadalmi réteg érezheti idehaza. Ezért is fontos, hogy április 3-án a kormánypártok képviselőire szavazzanak az emberek. Hogy az emberek a biztonságra szavaznak, békés, nyugodt, határozott döntéseket kell hozni. Egy olyan kormány kell Magyarországon, aki már bizonyított, hogy egy nehéz helyzetben lévő országban egy stabil, gazdaságilag növekedő országot tudott tenni, ahol az emberek egyre jobban élnek. És egy olyan kormányra van szükség, aki meg is tudja védeni az embereket, meg tudjuk védeni a rezsicsökkentést, meg tudjuk védeni a családi adókedvezményt, és meg tudjuk védeni, bárhol is tegyenek magyar emberek a világon, az ő biztonságukat. Horváth István azt is kiemelte, hogy a kormány gazdaságpolitikájának helyességét az is mutatja, hogy a hazai GDP növekedés tavaly a legnagyobb volt az Unióban.